kedvünket őt emeljük. Nem hallom. Legyen kettő. És akkor, ha jól emlékszem, elértük az egy métert? Egy méter, hölgyeim és uraim. Hagyjuk a biztató tapsot, amit János kér. Wow! Fantasztikus! Sokan voltak kíváncsiak a triálosok bemutatójára Nyíregyháza főterén. Előttük már balettosok, hip-hop táncosok, medibolosok és a Gombóc együttes is járt a színpadon. Szerdán rendezték meg az Európai Mobilitási Hét keretében a hagyományos autómentes napot, amelyet 20 éve közösen szervez a város önkormányzatával a Zöld Kerék Alapítvány. Azért hozták létre, hogy egy kicsit ráébresszék a város lakóit, valamint a város vezetését, hogy ez a nagy környezetszennyezés hosszú távon nem vezet jó eredményre. Tehát gondolkozzanak el rajta alternatív közlekedésben, vagy pedig hogy lehet esetleg kiváltani az autót, a kőolaj alapú üzemanyagokat. Sokan gyűltek össze az 5 órakor rajtoló kerékpáros felvonulásra, melynek kezdetén többen a biciklijüket is a magasba emelték. Ezt követően csengetéssel indultak útjukra. A rendezvényen az egészségmegőrzés is fontos szerepet játszott. A Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai teljes körű állapotfelméréssel, mások mellett vérnyomásméréssel, magasság, testsúly, testtömegindex számítással, oxigénszaturációs vizsgálattal és vércukorméréssel várták az érdeklődőket, akiket életmódbeli tanácsokkal is elláttak. Emellett egy látványos programelemmel is készültek. A diszkóbaleset szimulációt a Kossuth téren ezt nagy előszeretettel szerveztük meg. Elsősorban a fiatalokat szólítottuk meg, a nyíregyházi iskoláskorúakat intézményekbe juttattuk el a programnak a meghívóját. Szép számmal vettünk rajta részt, és ebben a diszkóbalesetben közreműködő partnereink voltak már szintén harmadik éve. Ebben az évben is a mentőszolgálat, a nyíregyházi mentőállomás munkatársai, a rendészeti szervektől érkeztek, és hát nem utolsó sorban a tűzoltóságtól is, úgyhogy innen is köszönjük a munkájukat. A biztonságos közlekedés jegyében a rendőrség munkatársaitól kaphattak hasznos tanácsokat a kerékpárosok, akik pecséteket is gyűjtettek a délután folyamán, melyekért egyedi pólót és különféle biciklis tartozékokat nyerhettek.